Ladies and gentlemen, from Scotland, making his World Championship debut, a five-time UK Open qualifier. Ladies and gentlemen, it's Muzzy Lightyear Ryan Murray! Na hát meglátjuk, hogy mennyire lesz ez Mission Impossible Lawrence Ilegen számára, ugyanis ő az ellenfele annak a Ryan Murraynek, aki szintén érdekelt volt a Players Championship Finals-en, és meccset is tudott nyerni, méghozzá Bunting ellen 6-4-re, utána pedig Damon Hatta ellen szenvedett vereséget, de az ellenfél, a Fülöp-szigeteki Ilegen, ő pedig, neki ezért van tapasztalata a világbajnokságokról, hiszen korábban már többször szerepelt a VB-ken, szerepelt tavaly előtt is, és a legjobb 96 között búcsúzott mind a kétszer, két éve Vincent van der Fort ellen, tavaly pedig Cristo Reyes volt az, aki 3-2-vel kiejtette. Egyetlen egy meccset nyert eddig a világbajnokságokon, még 2013-ban, méghozzá Colin Osborne ellen, illetve Jimmy Lewis ellen 4-3-ra tudott nyerni, és utána kapott ki Osborne-tól 3-0-ra. Szóval érdekes az ő világbajnoki története, hiszen 4 VB-n szerepelt, a 2009-esen, a 13-ason, a 19-esen és a 20-ason is. Úgyhogy akár mondhatjuk is azt ezek alapján, hogy a 42 éves Fülöp-szigeteki játékos karrierje csúcspontján lehet, hogy folyamatosan most már itt van a VB-ken. Így van, és ugye stabil tagja folyamatosan a Fülöp-szigeteki World Cup of Darts csapatnak is. Úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy ugye egy nagyon tapasztalt. Neki nincsen lámpaláza, az biztos itt a PDC színpadon. Úgyhogy érdekes kis összecsapás lehet. Nyereményjáték. Igen, gyorsan elmondanám akkor a mai kérdésünk a nyereményjátékban. Ki nyerte a 2020. évi Grand Slam of Darts versenyét, tehát a tornagyőztesnek a neve, és a PDC nyereményjáték@gmail.com e-mail címre kell küldeni. És ugye sokan kérdezik, ki vannak értesítve a nyertesek, jó? Tehát mindenkivel fölveszük a kapcsolatot, és e-mailben lekommunikáljuk az adatokat, akik nyernek. Na és akkor... visszatérve a mérkőzéshez, ugye Murray is a Pro Tour ranglistáról, ugye onnan 32-en kvalifikáltak. Nagyon egyszerűen épül föl gyakorlatilag a világbajnokság mezőnye, hiszen 32-en a világranglistáról, 32-en a Pro Tourról, és 32-en pedig egyéb nemzetközi, illetve selejtezőnek hívott sorozatból jut ide. Hát most azért persze voltak itt most némi kimaradások, és nem a megszokott rendszerben kerültek be, főleg a nemzetközi kvalifikáltakról volt, ahol nem tudtak megrendezni kvalifikációs sorozatokat, de például illegális ugye a Fülöp-szigeteki kvalifikált gyakorlatilag az Ázsia Tourról, tehát a PDC-nek az Ázsia Tourjáról került be, nem volt külön selejtező tornájuk. A skót kezdte a mérkőzést. És hát ugye, mivel ez világbajnokságon most szerepel először Ryan Murray, nem csak a VB-n, de egyáltalán nem találkozott még a két játékos egymásra, tehát... Egyébként ez igaz volt az első két meccsre is. Igen, igen, de hát azért itt a VB első egy-két körében ez elég gyakran előfordul, hogy olyan mérkőzések vannak, amiknek nincs különösebb múltja. 140-nel illagán 200 alá beköszön. És érdemes nézni a... mennyire máshogy állnak a nyilak a táblában, Ilagán nyilai vagy tollai már lefelé mutatnak a föld irányába. Igen, pedig ugye Ryan Murraynek is kis felületű tolla van, ilyen csepp alakú tolla van, ami bizonyos, és ráadásul Ilagánnak meg ilyen érdekes négyszögletű tolla van, mert nem a, tehát a közepe van gyakorlatilag, mint egy elforgatott négyzet, úgy vannak a tollai, és viszont annyira orrnehéz Murraynek annyira, hogy hiába van pici toll, így is. Megkérdezi. 17-es. Bull. Nem tudja bedobni.
Meghallgattuk egyébként az interjúját az imént Edward Foulksnak. Hát mi itt azt beszéltük Lajossal, még mielőtt elkezdődött volna az interjú, hogy hát miközben nézzük a kiszállót, meg is dobja a 116-ról bizony egy 100 pluszos. Szóval azt beszéltük, hogy egy édesapja Velszi, ezért csak jól beszél angolul. Hát vagy nem beszél jól angolul, vagy nagyon szégyellős, illegen közben 140, úgy nagyon sok mindent nem mondott. Az volt az első kérdése a riporternek, hogy hát ilyen játék alatt hol voltál eddig a darts térképéről? Japánból jöttem, volt a válasz. Igen, tehát Edward Foulkstól. Már az gyanús volt, hogy nem értette a kérdést, úgyhogy innentől úgy voltunk vele, hogy akkor ezt fenntartással kezeljük, hogy esetleg akkor lehet, hogy nem erőltették annyira az angolt, vagy Velszi-ül tud, és akkor a esetlegesen nagyon jól el fog tudni beszélgetni Price-szal, vagy Johnny Claytonnal majd. Biztos nagyon fog beszélgetni, vagy Price-szal. Igen. Az nagyon jó most Murray-től. Együtt söröznek majd. 180! Azt mondta egyébként, hogy nagyon örül, ideges volt, izgult, nagyon boldog, remélem, hogy a családja büszke rá, és akkor most nem összefoglaltam, amit mondott, hanem ez volt maga az interjú. Igen. Többet beszélt a riporter, mint ő. Hát ő feladta egy idő után, azt hiszem. Igen. Jobban áll még illegen egy picit, de csak azért, mert ő kezdett. Így viszont mindenhogy jobban egyébként áll. Már a beszámolásnál gyanús lehetett volna nekünk, mert itt mi láttuk, hogy a Sky Sportnál beszámol a mikrofon próbába, és a 1-2... 3-2-5, tehát így sikerült az angol számokat elmondani a sorrendben. Jó, de utána elmondta jól is. Igen, az igaz, javított utána. Igen, tehát 1-2-3-2-5 volt, de megadtuk, mert a játéka... Lehet, hogy ez volt a probléma a 164-nél. Igen. Angolul gondolkozott. Igen. Remek Murray 134 közben 79, nagyon magasról kell kiszállni a illegánnak. Nem is tudja megoldani ezt most. Az már jó, tripla 18, az is gyönyörű, marad a 36. Nagyon szép kerekítés volt, de Murraynek ott van a 79-e, 20 dupla 20. Az fölötte van, egyenlíthet illegen. Vagy illegan. Meg is teszi. Egy-egy. Nagyon menő volt a bevonulása egyébként erre a Mission Impossible-re, amikor elindult, így látták önök is, feltette a két karját, ünnepeltette magát, csak hát nem nagyon volt kivel. Jó kezdés a skóttól. Körbedobálta a nagyokat, 57. ...174 Murray-től, ez most simán lehet egy jó négy körös. Ez kevés viszont most illegántól. Az alatta van Murray-nek, itt most levált, figyelnie kell a kerekítésre is. Az nagyszerű, 96 ponttal megy le, 109-re az egekben van illegán. Mármint nem a hangulata, hanem a pontjai. Szerintem nem tudna annyira kikapni, hogy neki a hangulat az lejjebb essen. 109-ről szállhat ki Murray, majdnem 300 ponton van a Fülöp-szigeteki. Tripla 18, nincs meg, tripla 20-ra vissza, az sincs, így marad a 71. Száz pont, de még mindig nincsen kiszállón. Sima 13-as, 18 és a dupla 20. Alá dobja, így. De még mindenképpen lesz egy köre rá, úgyhogy nagy veszteség nem érte. Persze azért most már illegán is szépen leérkezik. Itt hagyott annyi időt Murray.
De most ezt megoldja. 2-1 a skornak. Igen, többen kérdezték már, így, hogy inkább még egyszer elmondjuk, vagy elmondom, hogy ugye azért nincsenek nézők már, és csak az első napon voltak, mert amikor feloldották a lockdown december 2-án Nagy-Britanniában, akkor nyilvánvalóan PDC és a brit kormány között volt egy megbeszélés, ahol arról volt szó, hogy 1000 főig beengedhetnek, tehát abba a kategóriába sorolták a kettesbe Londont, ahol korlátozottan ugyan, de beengedhettek nézőket zárt terű rendezvényre is, de aztán a vírus helyzet miatt körülbelül 2 héttel később ezt korrigálni kellett, ezt az intézkedést, és december 16-ai hatállyal Londont a 3-as kategóriába visszasorolta a brit kormány, és ez pedig azt jelenti, hogy minden némi sportesemény zárt körülre közönség nélkül kellett visszaminősíteni. De ez változhat még a világbajnokság végéig. Igen, ez 16-tól 23-áig, tehát karácsonyig biztosan nézők nélkül rendezik a világbajnokságot, utána lehet módosítás, de ezt majd 23-án fog kiderülni. De ott lesz 3 napja mindenkinek felkészülni arra, hogy lelkileg, hogyha zárt kapus lesz, és jegyvásárlásilag, hogyha nyitott. Természetesen a brit állampolgárokra vonatkozik ez, mert azért nagyon külföldről nem hiszem, hogy sikerül. Illetve hát lehet, hogy be lehet jutni, pontosan nem tudom most a beutazási szabályokat, de tuti teszteket kell, illetve karantént vállalni, és ezt nem hiszem, hogy... Mondjuk a pont 2 hét karantén, az pont annyi, hogy nem is lehet látni belőle semmit, úgyhogy... Illagán matekozik közben. Igen. 96-109 marad. Megnyerheti az első szettet Murray, így nem fogja, legalábbis ebben a körben biztosan nem. 81 pontja van. Maradt volna a 24, így viszont marad a 62. Szépen feltűri a pólóját, látszódjon a bicó Illagán. De lehet, hogy a mai fekvők azért elmaradtak. Az is jó. Dupla 20 a 2-2-ért. Bedobja! 2-2. Murray kezd azonban a döntőlegben. Sima 20-assal azonnal megy a 19-esre, az már jó, az 57. De csak egyszer, ez 96 pont így. Ez volt a 25. 100 pluszos kiszálló az idei világbajnokságon. Chris Dobby vezet ebben a kategóriában 4 darab 100 pluszossal. Óriási fordítást hajtott végre. Tripla 20 Murray-től, meg még egy 140. 265. Hopp, ez elcsúszott a tripla 5-be. 42. Csak 42. Murray-nél ott a tripla. Nagy előnyben most már a skót. 98. Ez már kiszálló, 167 pontja marad. És egészen biztosan nem lesz kiszálló Illagán, tehát 6 nyira lesz Murray-nek a 167-et megoldani, és hogy megnyerje az első szettet. 40. Elég kerekíteni, még hozzá bőven elég kerekíteni. Ez nagyon jó. 72 marad. Így van. Közel 92-es átlagon Murray, Illagán pedig 85 ponton átlagban, ezen most egy picit javítani fog. 180! Az első neki a meccsen, a második összesen. De a 72, hopp-hopp, 14 vagy tripla. És a bull. És ez micsoda fricska lenne, hogyha innen meg tudná ezt csinálni Illagán. Benne a tripla 20. Az már nem. Tripla 10 kell a végén. Ötvenkettő marad, de sem annyira rossz, mert 2 nyira lesz a duplára Murray-nek.
12-re kérlek itt már, mint dupla 12-re, még egy. Az benne bedobja. Van. Itt a végén azért magára húzta a Fülöp-szigetek, ide 3-2-re megnyeri az első szettet Ryan Murray. Eléggé kiegyensúlyozott a játék, remélhetőleg ez így is marad egy pici szünet után is. Pillanatokon belül következik a második szett, méghozzá Ryan Murray, valamint Lawrence Ilagan között az elsőt 3-2-re a skót nyerte, és utána a délutáni programra még egy mérkőzés marad, méghozzá egy második fordulós Daryl Gurney-vel és William O'Connorral. O'Connort már láthattuk ezen a világbajnokságon, Daryl Gurney is bemutatkozik tehát a kiemeltek közül, de vissza ide a Murray-Ilagan meccsre. Mi az, amit láttál, vagy mi az, amit mondanak a számok az első szett alapján? Azon túl, hogy az öt legből hármat megnyert Murray. Hát ugye mindenki hozta a saját kezdését, tehát nem volt egy break leg sem. 88,5-ös átlagon Ilagán, 87,9-es átlagon Murray. És kiszállóban is egyébként Ilagán az erősebb, csak hát ugye nem... 180! Nem tudta azokat a legeket megtolni, amiket nem ő kezdett, így aztán azért ezt viszonylag problémamentesen tudta hozni a skót. És ütjük most, hogy lesz. Van probléma az eredményjelzővel, le is veszik inkább, és mutatják így. A negyedik nyíl az már fölötte, a tripla fölött. 81 pont. 240 pontja van most, igen, ki is írják. 95-tel kezdett Murray. 96. Egy 96-os is. Meg lesz a kiszálló a harmadik kör után, sőt, 100 pont marad, akár 11 nyilas is lehet belőle. De most már erre fel vannak készülve, úgy látom, hogy lefagy a... Régebben nem nagyon rakosgatták így az eredményjelzőt. Na most helyre sikerült. És a 11. nyíl bedobja! Remélem nem számoltam el, nekem ez 11-nek tűnt. Jól számoltad, tökéletesen annyi. 11 nyilassal jön ki az öltözőből, vagy a nem tudom, melegítő helyiségből Ilagán. Most nem is kezd olyan jól Murray. Úgy tűnik összerakta. Nagyon bizony. 180! Nagyon egyben van Ilagán, harmadik 180 a meccsen. 100. Igen, az angol kollégák is átalakulásról beszélnek. Negyedik megint fölötte. Az 57 jó, kellene neki még egy. 96. Ott az is jó. 125 marad. Itt a Murray féle tripla is, kettő is benne van. 171, gyönyörű! 106-ra lemegy. Nézzük 125-re. Az 20-as. Igen. Tripla 15. Vagy bull. Vagy tripla 19. Vagy az. 28 maradt, az is jó. És ez itt nagyon komoly break lehetőség Ilagánnak. 2-0-ra emelt szetten belül. Kívül. Az benne van. 2-0. Nem tudom, kire mutogat, mert elméletileg nincs ott senki. Lehet, hogy kamerába próbál valamit virítani. Nem találja. A kamera. Igen, akkor ezért írta a kedves néző, hogy reméli, hogy megmutatják majd Ilagánnak, hogy hol van a kamera. De kétségtelen, hogy ugrásszerűen javul a játéka, vagy javult az első szethez képest. Igen, már 96-os körátlaga van.
Majd ugye a szett végén meg tudjuk nézni a szett átlagot is. De ez eddig valóban nagyon bíztató. És folytatja is. Hoppa, háttérben ott egy ember. Második is benne. 140. Úgy tűnik gyorsan le tudja azért ezt a második szettet Ilagan, és onnantól kezdve meg elindul egy két nyert szettig tartó meccs igazából. Ma mind a két meccs eddig 3-0 volt, ez nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz. 59. Murraynek most nagyon nem megy. 93 a végén érkezett egy tripla akkor is. A drótra ülteti mind a kettőt Ilagan, az meg 21, 61-141 marad. Az nagyon jó, most Murraytől gyorsított. 180! Teljesen más tempóban dobta ezt a három nyilat, mint az egész mérkőzésen eddig. Nem lesz kiszállás 141-ről, és itt azért visszabrékelhet egyet Murray. Igaz, a szettet azt Ilagan kezdte. 106. Az ötös. Tripla 17, nem jó, tripla 20, hogy 24 maradjon, az sem, 64 a maradék. Egyenlíthet Lorenz Ilagan. Dupla 16. Dupla 8. Nincs meg. És az sincs. Fájhat ez még ennél jobban is, mint amennyire most fáj. Ez csak 8-os. Jó, dupla 20. Egyes lett belőle. Újabb 3 nyíl az 1-1-ért. Nagyon sokat vár itt a duplák előtt Ilagan. Jó, messzire sikerült ehhez képest dobni. Az sincs sokkal közelebb. Ajjajjajjajjajj. Nehéz lesz, ha nem fejezi be a leget, és ez pedig már a hetedik kör volt. Még egy nyíl a dupla 18-ra. Ez sem volt közel. Komoly hibák mind a két oldalon. Megint keresztet vet Ilagan. Segítséget kér. Na! Mondanám, hogy a semmiből, mert az első négynél nagyon messze volt, de kiegyenlít Ilagan. Hozzá a második szettet tartanak, megint szünetet, mi is szusszanunk egyet, és jövünk a folytatással 1-1-ről. Az első szettet Ryan Murray nyerte, a másodikat Lorenz Ilagan. Hogyha kötelező lenne most fogadnod, és akkor kire fogadnál a kettejük közül? És miért? Hát, és mennyi pénzzel? Házat, kocsit nem. Ilagan nekem most meggyőzőbb volt. Tehát sokkal meggyőzőbben nyerte meg ezt a szettet, mint ahogy Murray nyerte az ő saját kis első szettjét. 11-14 és nyilas volt az első két leg Ilagántól, és egy 23 nyilas a végére, ugyan egy kis eltopogta a végét, ahogy mondani szokták, de azért azt ilyen szépen 3-0-ra be tudott húzni egy szettet. Igaz, elég volt hozzá egy break leg, hiszen kettőt ő kezdett. És folyamatosan hergeli, pörgeti magát a Fülöp-szigetek, írták is egyébként kommentben, hogy ez így szokott nála lenni.
és valóban voltak már 9 nyilasai Ilagánnak. Ez volt egy tavaly az Asian Touron. Úgyhogy a kedves nézőnek abszolút jó az emlékezete. Tavaly június 22-én sikerült 9 nyilas dobnia. Ne feledjük, hogy Murraynek ez az első világbajnoki mérkőzése pályafutása során. Még soha nem szerepelt korábban PDC VB-n. Most megérte kiállni a harmadik nyíl előtt. És azért erre a szetre vigyáznia kell Murraynek. Hát ez, igen, ez most meghatározó lehet, ha ezt meg tudja fogni Ilagán hátsó pályáról, de hát azért neki is ugye extrát kell dobni hozzá. Hoppá! Ott az a vaj, mi volt a terv? 18-as, aznál nem lett volna baj egyébként. Önmagában. Ezzel sincs. 140. pontja marad Ilagánnak, lássuk azt a 82-t. 25-ös, 17. Ó, éppen csak. És nem is tud kiszállni Murray. Na most jöhet egy break. 81, ez megoldható két nyőból. Hú, ez nagyon messze volt a triplától. Bull. Az nem az, 19-es, 31 marad. Dupla 20, második nyíl a Murraynek. Az már sokkal jobb, 1-0-ra ő vezet. Az első szedben nem volt breakleg egyáltalán. Mindenki hozta a magáét, Murray nyerte 3-2-re. ...93-mal kezd most a Fülöp-szigeteki. ...139, ez szerint nem volt benne a tripla 19-ben lent. Sima 19-es volt. Ott a tripla a 18-ason, 270-re megy le Murray. Most ahelyett, hogy ugye arról beszélgettünk volna, hogy Ilagán lebrékelte, most ott tartunk, hogy lehet, hogy Murray fogja megtenni, és ugyanúgy, mint az előző szedben esetleg jó esélye lesz egy 3-0-ra. Ezúttal Murraynek. És a 100-assal kiszállom van. Nem jön a tripla Ilagánnak, egy azért igen, 93, de kiszállótól messze van. Nem kell kiszállni a 170-ről Murraynek, és ezt szigorúan be is tartja, minek után egy ötössel kezdett. Ez viszont azért óvatosságra intheti, mert most ezt ellazáskodta ezt a kört. Pláne mondjuk két triplás jönne Ilagántól, annyi már nem lesz. Sőt, egy sem. Kell a két tripla 136-ra, vagy két dupla, de így most már egyik sem játszik.
76 pontja marad Dillagannak. Murray a 2-0-ért. Ez fura volt. Lehet, hogy dupla-duplával próbálkozott, ha belecsúszik, belecsúszik, ha nem, akkor nem. Így viszont kipattant neki a nyula. Szét is csapta a szárat, egyébként borzasztó rossz helyre ment, tehát nem is közelébe sem volt a dupla úsznak. És nézzük Ilagánt, hogy neki lesz a közelébe a dupla 20-as szektornak az a kiszálló. Nyíl, az utolsó nyíl, egyenlít-e? Igen, bedobja! 1-1! És Murraynek az utolsó nyílai azért nem sikerültek annyira jól. Az első viszont igen, a harmadik legben. A második nem. A harmadik meg úgy-úgy. Hatvan, picit leült azért a mérkőzés, a színvonala is. Igen, az átlagok is egy picit visszaestek, de nem olyan vészesen egyébként, 88-on áll Ilagán és Murray pedig 85-ös átlagon. De az izgalom faktor azért tartósan fent maradt. 96-os Ilagántól. Az 57 az megvan lent, 96. Egy jó kör kéne, egy komolyabban jó kör bármelyik játékostól, és már óriási erőnyt jelentene legen belül. De Murraynek ez is bőven elég. Ez most nem volt túl jó. Szépen visszadobta a harmadik nyilat a tripla 20-ba. Jó az 57. Meg az is jó. Az is nagyon jó. 133. Nem. Miért nem a búra? Akkor kiszállón van. Két tripla után 192-nél búra. És akkor a 25 is jó, meg az 50 is jó. Na mindegy. Csak akkor már ugye kiszállóra dobhattad volna most. Így marad a kerekítés. 77 pont a maradék, Murray 80. Jó a tripla 20, dupla 10. Az is! Simán könnyedén 2-1 neki. Hát ott ezért nem mindegy. 100 pont. Ráadásul azt hittem egyébként, hogy pontosan ezt fogja csinálni, hiszen azért kezdett oda lentre, mert tisztában van ezzel. 81. Nem mondtuk még, hogy aki tovább jut, Michael van Gervennel fog játszani, méghozzá szombat este. Hát, az sem rossz. Nem lesz sokkal könnyebb, bárki is jusson tovább. 140. Hat van. Milyen jó kis kép így. Ilyen kamerállást nem is nagyon szoktunk látni, hiszen oda nem nagyon raknak kamerát, mert akkor nézők vannak ott a nézőtér közepére, nem állítanak föl semmilyen állványt. Maximum föntről szoktuk látni. Tűzhez 16 ponton van Ilagán. Ott a tripla. Meg még egy 76. Igen. Egy tripla kell Murraynek is. Arrébb kell mennie, mert nem sok hely maradt. Nem is találja el. 6 nyíl a 76-ra.
16, dupla 20. Az 48 jó. Lett. Dupla 4. Gyorsan átkalkulálta ő is. De ki is nem a klasszikus kiszálló 76-ról, de abszolút működőképes, még ha nem is a tripla 16-ot célozta, igaz, nagy rizikót nem volt, hogy sima vagy tripla. Beköszönt egy tripla Murraynek, de az első két nyíl az még necces volt. Főleg ennek fényében. Na most a 9 nyilas. Annyira nincs benne a levegőben, hogy miért ne jöhetne. Itt 140. Kapaszkodik azért Murray. Egy. Szokásos negyedik nyíl fölötte. 100. Pedig milyen jókor kezdett 180-nal, döntőleg hátsó pálya. Igen. De az előnye megvan Ilagánnak, amit szerzett azzal a 180-nal. És ezt behúzná, utána ő kezdeni a következő szettet, azt már a győzelemért. 100-as, nem rossz. Az viszont rossz. És az sem jó. Így a nagyobb baj. 197, nem biztos, hogy kiszálló lesz. Sőt, biztos, hogy nem. 6 nyila van 121-re Lawrence Ilagánnak, hogy megfordítsa a mérkőzés állását, és ő vezessen 2-1-re a szettek arányában. Ráadásul ugye egy break leggel. Vissza a tripla 20-ra, hogy 24 maradjon. Nem marad. 64 a maradék. 64. Folyamatosan pörög, lehet látni rajta, hogy át van szellemülve teljesen. Viszont ez most milyen jó kör. Murray. 138. Leteszi magát kiszállóra. Egy vagy két nyíl lesz duplára Ilagánnak. Egy. És az dupla a dupla 20. 20-ra. No. Nem dobja be! Így viszont ugyanaz a lehetősége van meg Murraynek, mint ami meg volt Ilagánnak, hogy dupla 20-szal vezessen 2-1-re. Fogja a fejét Ilagán, bár esinálja az egész meccsen. De ő bedobja! Murray vezet 2-1-re. Pillanat alatt megfordul a állás. Hiába volt hagyni. Miért pacsizik vele? Minden legelőtt lepacsizott egyébként Ilagán. Hát szerintem igen, az előző előtt biztosan. Vagy minden szett előtt, bocsánat. Minden szett előtt, igen. Jó. Hát akkor is mondjuk, de... igen, Murray sem értette most sem, hogy most mi történik. 100. Volt kettő triplája Murraynek, de volt egy szektoriba is mellette. Innentől kezdve, hogyha bármelyik kezdését elveszíti, Ilagán a kiesés szélére sodródik. Negyvenegy. Ennél több kellene Ilagántól. Pláne akkor, hogyha Murray pedig hozza a nagyokat. Még egy. 180! Nincs ugyan kiszállón, de hatalmas lépés. És tolnia kell Ilagánnak, kellene neki nagyon az a tripla 20. De nincs meg. Ő sincs kiszállón.
Hú, micsoda kerekítés volt az is. 40-re jött le. 119-el. Az pedig csak 59 Ilagántól. Na most nagy bajban van a Fülöp-szigeteki. Így meg aztán végképp hátsó pályáról megnyeri az első leget Murray. Lehet még esetleg módosítanom a fogadást? Már nem? Lehet. Neked lehet. És nagyon átkerült egyébként a lelki egyensúly Murray oldalára. Teljesen más lelkülete lett a meccsnek hirtelen. És az előbb még ugye arról beszélgettünk, hogy 6 nyila van ahhoz, hogy 2-1-re vezessen Ilagán. Ehhez képest nem, hogy csak hogy nem vezet, hanem Murray vezet 2-1-re, és lélektanilag sokkal jobb állapotban van Ryan Murray. Viszont sokkal jobban kezd most Ilagán. Igen. Hát még benne van a pakliba, abszolút, hogy visszajöjjön Ilagán, nincs még veszve semmi. Hajszál pontosan 87 ponton mind a ketten, 87,36, 87,37 ez a körátlaguk. Úgyhogy kiszállókat is egészen jó százalékban dobják, mind a ketten 43,8% Ryan Murray és 41,2 Ilagán. Fej-fej mellett itt a második legben egyetlen egy ponttal van kevesebbje Ilagánnak. Legyen kiszállóra, 161 marad. Alatta van. Kivált 18-asra, 170 lehetett volna, ha bedobja a triplát, de nem dobta be. ...62 marad. 24-re jöhetett volna le Ilagán, hogyha eltalálja a végén a triplát a 19-esből. Ott a tripla 20, meg még egy, de megint kis nyomást rakt rá. Gyönyörű! 174! 32-re megy le! Nem is kicsi nyomást rakott rá hirtelen, megint egy nyila lesz Ilagánnak. Ezúttal viszont 32-re helyezi az utolsó nyilat. Így viszont sem találja elveszítheti el a meccset. Pláne, hogyha most bedobja a dupla 16-ba Murray. Dupla 8. Az benne. 2-0-ra vezetés. És most már nagyon nagy előnyben és nagyon közel a továbbjutáshoz a skót. Nem tud visszabrékelni Ilagán. Ez kicsit ilyen kétségbe esett ábrázata volt most először körnél, igen, most a pörgést felváltotta egy picit. És nagyon jó kezdve nagyon megnyugodott Murray. ...140, bizony tolnia kell. Hát muszáj, most már mese nincs. Hát. Három leget kéne zsinórban nyernie. 58. Igaz, ebből kettőt ő kezd, de hát... Eddig összesen egy break legjük volt fejenként. 180! Most már dühös. Már nem nagyon ünnepelget. 1-2-0-2-nél. 140, nincsen kiszállón ezzel Murray. Az mellé. Egy 20-as a végére. Kerekítés marad. Oh! Fölé dobta a 20-asnak! Hihetetlen. Annyira kevés nyilakat hagy magának. Ezzel mind elvesz magától egy-egy nyilat ezekkel a körökkel. De még csak a duplát se találja, hogy telibe igen. Fölé vágja. De azért csak megcsinálja. Most eltalálja a duplát. Na és itt jön a kulcs játék. Egyrészt ugye Murray befejezheti a meccset, másrészt pedig, hogyha Ilagánnak sikerül ezt megnyernie, akkor megint lehet egy fordulat a meccsben. 89,9-es átlagon, Ilagán 88-ason Murray. Ó,
Igen, és többen most már elemzik a, nem is a játékukat, a viselkedésüket a játékosainknak, míg Murray a csöndes, kimért addig Ilagan az ugrálós, pörgős, tökéletes ellentétek, illetve Kovács László írta, hogy Murray semmi érzelem, csak a saját játékára figyel, nem érdekli, hogy áll a másik. Igen. Ez lett a siker kulcsa ma. Abszolút. Meg az, hogyha valaki triplát. Igen, az is ez fontos. Meg duplát. De most semmilyen tripla. Mind a ketten négy kört láttam, mint úgy, hogy fejenként két-két kör, négy sorozat, és itt vannak a triplák. 180! Tartalék volt. Murray nyugodott meg gyorsabban. És Ilagan nem bírta kihasználni a lehetőséget. Itt a vége szerintem. Ebben a legben. Ezt Murray most már le tudja tutizni. Semmit nem dobott Ilagan. Három darab 40-es kör. Egymás Csapa után. 42. Hát még így is. 180-nal sincsen kiszállón Ilagan. Száz pont. 100. Brand new car, 161. Tripla 20, jó. Vissza a 20-asra. 64 marad. Élete első világbajnoki mérkőzését nagyon úgy tűnik, hogy megnyeri Ryan Murray. És erre most ebben a körben van reális esélye. Jó a 24, meccs nyíl. Még egy, az jó helyen van. De nem tud kiszállni. Viszont a világ legnagyobb csodája lenne, hogyha ezt Ilagan megtenné 210-ről. Három meccs nyíl még biztosan lesz. 110 marad. Dupla 10. Az van, jó, jó helyen! Megnyeri Ryan Murray 3-1-re ezt a leget és 3-1-re a mérkőzést is. Két nagyon szimpatikus figura, különösebben nem kiemelkedő játékkal, de Ryan Murray lesz az, aki megmérkőzhet szombat este Michael van Gerventől, Lawrence Ilagántól pedig elbúcsúzunk. És néhány perc múlva jön a mai délután utolsó és egyetlen második fordulós mérkőzése Daryl Gurney, valamint William O'Connor között, úgyhogy tartsanak velünk a folytatásban is.